Energetikai korszerűsítés mellett belső felújítás és akadálymentesítés történt a Zöld Keresztnél. Az épületet összesen 80 millió forintból újították fel, ebből 60 millió forint egy nyertes pályázatnak köszönhető. A pályázati forrás mellett önerőre is szükség volt a felújításhoz. Kovács József országgyűlési képviselő szerint az, hogy Gyula ilyen és ehhez hasonló eredményeket ér el, az a város megfelelő gazdálkodásának köszönhető. Egy olyan egészségügyi központja volt, maradt és lesz ezt követően mindig a településnek, amely a csecsemő és gyermekellátásban mindig meghatározó volt, de funkciója valójában ennél sokkal szélesebb az egészségügyi alapellátás területén. Az ünnepélyes szalagátvágás után ajándékokat adtak át a Zöld Kereszt dolgozói számára, ezzel hálálva meg a több évtizedes munkájukat, valamint segítségüket, amivel hozzájárultak a felújításhoz, ugyanis az épület belső tereinek megújításában nagy szerepet kapott az ott dolgozók, valamint a szolgáltatást igénybevevők véleménye. Biztos, hogy örömmel fogunk itt dolgozni, hogy minden szépen felújult, és a gyerekek is biztos örömmel jönnek, bár ebben eddig sem volt probléma, nagyon jó volt a kapcsolatunk a szülőkkel, a gyerekekkel, és nagy szeretettel gyógyítottuk Gyula gyermekeit. A beruházásnak köszönhetően külön választották a dolgozói és a beteg bejáratot, és egy korszerű várótermet is kialakítottak. Emellett ezen túl öltözőhelyiség is lesz az épületben. A felújítás során a meglévő nyílászárók hőszigetelése, a homlokzat felújítása, valamint a fűtés korszerűsítés volt a legfontosabb. Görgényi Ernő polgármester az átadó ünnepségen elmondta, hogy az egészségügyi fejlesztések megvalósítása mindig elsőrangú feladata a város vezetése számára. A terület és településfejlesztési operatív programból Gyulaváros 22 pályázatot nyert el, és ebből az önkormányzati körben végzett beruházásaink közül ez az első, amelyiknek az ünnepélyes átadása ma megtörténhetett. Személyesen is örülök neki, hiszen a Zöld Kereszt azon kívül, hogy városkép jelentőségű épület, gyulaiak generációinak volt a gyermekorvosi rendelője, és ezzel a beruházással biztosítottuk azt, hogy a jövő nemzedékeinek is szolgálja a gyógyulását, illetőleg az egészség megőrzését ez az intézmény, és továbbra is szép legyen a környezete, sőt ezért még teszünk is, hiszen nyertünk egy ezzel összefüggően másik pályázatot is, amelyből körforgalmat tudunk majd a jövő év első felében építeni itt a Békesugár út 5-ös utca Árpád utca kereszteződésében. A Békesugár út és az 5-ös utca kereszteződésében található Zöld Kereszt hamarosan újra kész fogadni a gyógyulni vágyókat. A felújítás a terveknek megfelelően valósult meg, ezt követően már csak a rendelő termek berendezése és a szükséges eszközök beszerelése maradt hátra.